köszöntök mindenkit Wushui szentmiséjünk alkalmával, ami most különösen is fontos számunkra, hiszen megújult a két helyi kápolna, mint külsőleg, mint belsőleg. Szeretettel köszöntöm Varga László püspök urat, és a szentmis elején kérem, hogy áldja meg a felújított kápolnánkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél hozzánk, hogy közöttünk lakjál a földön, áld meg ezt a felújított kápolnát. Áld meg mindazokat, akik áldozatukkal és munkájukkal szépé tették ezt a szent helyet. Adj híveidnek hitet és hűséget, hogy ennek a templomnak tudatos és buzgó látogatásával az ő jelenlétük legyen házadnak igazi ékessége. Add, hogy mindazok, akik itt imáikkal hozzád fordulnak, érezzék irgalmas segítségedet, aki az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ünnepelni ide a kápolna megáldásának az ünnepére. A kápolna búcsúnapját tartjuk, Szűz Mária szent nevének az ünnepét. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr Jézus Krisztust. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen minket az örök életre. Thank you.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, híveid szívből örvendeznek a boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. Hathatós közbenjárására enged, hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtől, és virágaimból pompás, dús gyümölcs szerem. Anyja vagyok én a szép szeretetnek, az Isten félelemnek, a hitnek és a szent reménynek. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme. Nálam az élet és erény minden reménye. Gyertek hozzám mind, akik megkívántok engem, és teljetek el gyümölcseimmel, mert lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. Akik engem esznek, még inkább éheznek, akik engem isznak, még inkább szomjaznak. Aki rám hallgat, meg nem szégyenül, akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe, akik fény derítenek rám, örök életet nyernek. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Ő benne választott ki minket a világ teremtés előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amelyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Ő benne nyertük el, mi is az örökséget, annak rendelése szerint, aki minden szabad elhatározásból tesz. Szolgáljunk hát fölsége dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Legyen veletek. Istenek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názrethnő városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak,
a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt. Üdvözd légy, kegyelemmel teljes, az Úr veled van, áldottabb vagy te minden asszonynál. Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta. Ne félj, Mária, hisz kegyelmet találtál Istennél, mert íme gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, Jézusra fogod őt nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, és uralmának soha nem lesz vége. Mária ekkor megkérdezte az angyalt. Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta neki. A Szent Lélek száll le rád, és a magasságbeli ere borít bárnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik. Isten fiának fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a 6. hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt. Íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem szavaid szerint. Ezután az angyal eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Áldjék téged, Krisztus! Ebben a szentmisében, az evangéliumban a szűzanya áll a középpontban, aki nekünk közben járunk és példaképünk. Szeretjük az ő közben járását kérni Jézusnál, az ő fiánál, mert szeretetben a szűzanyák legközelebb Jézushoz, és ő volt Jézus első tanítványa. Ő volt az, aki folyamatosan kapcsolatban volt vele, hallgatta Jézus szavait, és a szívében elgondolkodott azokról, amiket Jézustól hallott, és hitt abban, amit Jézus mondott. Ennek az egyik legszebb megnyilvánulása akkor volt, és legfájdalmasabb megnyilvánulása, amikor a tanítványok elszaladnak, de a szűzanya nem szalad el. Amikor Jézust letartóztatják, és viszi a keresztjét, akkor a szűzanya nem omlott össze. A tanítványok ott hagyták Jézust, elfutottak, ő pedig vele maradt. Nem csak a szeretet miatt, hanem azért, mert ő hitt abban, amit Jézus mondott. Jézus előre megmondta a tanítványainak, hogy elfogják, megölik, de harmadnapra föltámad. Ezt a tanítványok nem tudták elképzelni Jézusról, akinek a követésére rátették az életüket. De a szűzanya tudta, hogy a fiának igaza van. A tanítványok tapasztalták, hogy Jézust elfogják, megölik, megkínozzák és megölik, és félelmükben elmennek, kivéve a szeretett tanítványt, Jánost. A szűzanya marad, nem csak azért, mert nagyon szereti egyszülött fiát, hanem mert ő hitte, hogy nem a halálé az utolsó szó. Ő hitte, hogy amit Jézus mondott, az be fog teljesedni, hogy a szenvedés után, a halál után a feltámadás következik.
Hogyan kezdődött ez a gyönyörű történet Mária és Jézus között? Az angyali üdvözletet hallottuk az evangéliumban, aminek a végén a szűzanya igent mond az angyal szavára, beleegyedik Isten akaratának a megvalósulásába. Háromféle fordítás van, illetve háromféle szöveg van a szűzanya igenjére. A latin fordításban az van, hogy fiát. Azt mondja a szűzanya, hogy legyen a te szavad szerint. Ez nem csak egyszerűen egy beleegyedés Isten akaratába, hogy hát nem tudok más csinálni, akkor legyen, amit mondasz. Többről van szó. A görög szövegben, a görög szentírás úgy fordítja ezt, hogy genuító. Nem fiát, hanem genuító, ami már sokkal többet elárul arról, hogy mit is mondott a szűzanya. Ez a szó azt jelenti, hogy vágyakozom arra, hogy amit mondtál, az beteljesedjen rajtam. A szűzanya vágyakozott arra, hogy Isten szava az ő életében valóság legyen. Úgy, hogy tudta, hogy ennek egész életét érintő következményei lesznek. De a szűzanya nem latinul, és nem is görögül beszélt, hanem arámi nyelven. És azt mondta az angyal szavára, hogy ámen. Az egész lényemmel alárendelem magamat annak az igazságnak, amit most mondtál. Teljes bizonyossággal. Ez talán a legtöbb, ami kifejezi azt, hogy hogyan is volt, milyen volt a szűzanya lelkülete akkor, amikor az élet egyik legfontosabb igényét kimondta. A szűzanya közben járunk, és példaképünk. Ha szeretnénk követni a példáját, akkor nekünk is törekedni kell arra, hogy igent mondjunk Isten szavára, Isten akaratára. Mindenkinek van szentírása, reményeim szerint. És mindenki olvassa is, reményeim szerint. És nagyon remélem, hogy a szentírás igéi között vannak olyan igék, olyan mondatok, olyan szavak, amelyekre azt tudjátok mondani, hogy én ezt meg akarom élni, vagy már megéltem, és örömöm telt benne. Mert hittem Isten szavába, és megtapasztaltam, hogy igaz, amit a Szentírás mond. Ha követni akarjuk a szűzanya példáját, akkor igen kell mondanunk Isten szavaira. Nem lehet egyszer az egész Szentírásra igent mondani, de apránként, megismerve Isten szavát, Isten igéjét, bárki közülünk megtapasztalhatja, hogy Isten igéje tényleg élet. Isten szava tényleg örömhír. Kinek-kinek az életébe. Ehhez az kell, hogy olvassuk Isten szavát. És nem elég olvasni, szeretettel kell olvasni. Mert egészen más az a szöveg, amit csak úgy elolvasunk, mint a napi híreket, és egészen más, amit szeretettel olvasunk. Ha valaki a kedvesétől levelet kap, vagy a fiától, gyermekétől, a szeretettel olvassa. És egészen mást jelentenek a sorok, a szavak, a mondatok, ha a szívünket is megnyitjuk, és szeretettel vesszük kézbe Isten szavát. Ezért azt javaslom, hogy ne csak megismerjétek Isten igéjét, Isten szavát, hanem szeretettel ízlelgessétek, szeretettel olvassátok, hiszen Isten, aki maga a szeretet szól hozzánk ezeken a szavakon, mondatokon keresztül, amik az evangéliumban, a Szentírásban vannak. És nem elég szeretettel olvasni, követni kell a szűzanya példáját, ő hitt abban, amit az angyal mondott neki. Hittel olvasni a Szentírást, az azt jelenti, hogy egész lényemet alárendelem Isten szavának. Nem akarok mást, csak megtenni, amit Isten kér tőlem. Akár a 10 parancsolatban, akár az evangéliumokban,
akár az Új Szövetségben. Ha hittel olvasom, akkor nagyon könnyű tettekre váltani. És nem elég ismerni, olvasni, hittel olvasni. A hitből tettek kellene, hogy fakadjanak. Vagyis meg kell látszani az életünkön, hogy mi követjük a szűzanya példáját, és hittel olvassuk, és a hittel, szeretetből tettekre is váltjuk, amit Isten mond nekünk. Akik ezt megszívlelik, és így cselekszenek, azoknak az élete válasz lesz Isten szeretetére. Mert Isten mindig előbb szeret bennünket. Isten mindig megelőz bennünket a szeretetével. Isten mindig elénk jön az ő szeretetével. És a mi életünk igazából erre a mindent megelőző, mindent megelőlegező szeretetre lesz válasz, szeretet válasz, hogyha megismerjük Isten szavát, hiszünk benne és tettekre váltjuk. Akkor a tetteinket látva dicsőíteni fogják az emberek a jó Istent. A Szent Leckében arról hallottunk, hogy Isten már a világ teremtése előtt arra rendelt bennünket, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte. Ez az ő szándéka. Ez volt a szándéka a szűzanyával is, aki ezt az isteni akaratot teljességre vitte. De ugyanaz a Szentlélek működik mindegyikünk szívébe, aki rászállt a Jordán folyónál Jézusra, aki vezette az ő gondolatait, cselekedeteit, és aki megárnyékozta a szűzanyát, aki által, a Szentlélek által fogantatott az ő fia. Ugyanaz a Szentlélek van bennünk is. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek segítségével mindannyian teljesíthetjük Isten akaratát. Isten akarata több annál, hogy rendes, becsületes egyházfiak, rendes, becsületes állampolgárok legyünk. Ez természetes. Aki szereti a jó Istent és hisz benne, az természetes, hogy becsületes, rendes ember akar lenni. De Isten akarata ennél sokkal több. Ő azt akarja, hogy szentek legyünk. Hogy az élet teljességét válasszuk, és egész lényünket rátegyük Isten szavára, Isten akaratára. És ha ezt tesszük, akkor ő szentté tesz bennünket. Ez nem önzés, nem gőg, nem hiúság, ha valaki azt mondja, én szentté akarok válni. Ez Isten akarata. És meg kell valósítanunk, nem a saját erőnkből, és nem kell fényezni hozzá a saját glóriánkat, hogy ragyogjon. Nem ezt jelenti az életszentség. Az életszentség Isten akaratának, szavának a tettekre váltása, az alázat útja, sokszor a kereszt útja, de mindenképpen az az út, amelyben Isten szeretete olyan mértékben betölti a kereszténynek a szívét, egész lényét, hogy átragyog rajta Isten szeretete, Isten békéje, Isten öröme, és ez a szeretet és béke eléri a többi embert is. Ilyen egyszerű szentek lenni. Meg kell engedni, vágyakozni kell arra, hogy Isten szeretete túlcsordulóan betöltse a szívünket. És ebben erre mindenki képes. Mindenki tud szeretni. Mindenki el tudja fogadni a szeretetet. Csak megállunk, és nem akarunk teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes erőnkből, minden elménkből, vagy minden erőnkből szeretni. Csak szeretgetni. Egy kicsit így, egy kicsit úgy, egy kicsit őt, egy kicsit a másikat. Senki nem akadályozhat meg bennünket, ha mi elhatározzuk, hogy teljesítjük Isten akaratát, hogy ez a szeretet túláradjon a szívünkön, megjelenjen a szavainkban, a tekintetünkben, az egész jelenlétünkben. A szűzanya ezt élte,
Az élete válasz volt Isten szeretetére, teljes válasz. És ezért Isten részesítette őt a saját dicsőségébe. Ez a mi életünk táblata és reménye is. Hogyha meghalunk, akkor mindannyian a mennyországba, Isten dicsőségébe jussunk. Akik igent mondanak az élet szentségre, igent mondanak Isten akaratára, hogy mivel te kéred, szent akarok lenni, azoknak nem csak remény, hanem valóság is lesz, Isten dicsőségében való részesedés, az üdvösség, a mennyek országa. Úgy legyen mindenkinek az életében, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Aki az Atyától született, a hidő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halál szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket. Urunk, a te szűzanyádat emelted egyházad anyjává. Az ő közben járására tartsd meg a Szent Hídben Ferenc pápánkat, László főpásztorunkat és a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet. Urunk, szűz anyád a világ királynője. Az ő közben járására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűz anyád, a mi nagyasszonyunk és pátronánk, az ő közben járására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűz anyád, a mi édes reménységünk, az ő közben járására nyerjünk védelmet az erőtlen és az elhagyott. Találjon rá az igazságra a tévejgő, és terjen hozzád a bűnös. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szűz anyád, a mennyország ajtaja, az ő közben járására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezess be őket az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz,
és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyádnak közbenjárására hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Most mielőtt folytatnád a szentmisét, megáldom ezt az új cibóriumot és az új kelyhet is. Mindenható Istenünk, örömmel helyezzük el oltárodon ezt a kelyhet és paténát és cibóriumot az új szövetség áldozatának ünneplésére, hogy szentté tegye ezeket az edényeket fiadnak teste és vére, amelyet rajtuk ajánlunk fel, és belőlük vesszük magunkhoz. Add rájuk áldásodat, Istenünk, hogy ezt a tiszta áldozatot bemutatva, megerősödjünk szentségeiddel ezen a világon, és elteljünk szent lelkeddel, hogy egykor a mennyek országában szentjeiddel együtt örvendezzünk asztalodnál. Örök dicsőség és tisztelet neked, Istenünk. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére, dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, segítsen minket, Szent Fiad, aki ember élet és szűztől született. Ő, aki édesanyjának szűzi épségét nem vett el, hanem inkább megszentelte, szabadítson meg gyarlóságainktól, és tegye kedvessé előtted áldozatunkat, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk,
de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által, jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél, szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jó voltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újjongással zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozatunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
áldozatot hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy eljárhassuk az örökséged választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbejárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozza az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földzirándok kutyátjáró egyházat, szolgáldott Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból. Fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, add meg teljes egységét,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. Kérjük kegyelmedet, hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hirdetem, hogy hétfő étkezi köznap, este 6 órakor lesz majd Szent Mise. Szerda, Szent Máté evangélistának az ünnepe este 6 órakor lesz Szent Mise. Csütörtök, étkezi köznap, délután 2 órakor lesz majd Zakó Anna temetése, ő a Szociális Otthonnak volt a lakója. Péntek, Szent Jó áldozópa, este 5-6 órakor templomunkban esküvő lesz. Hosszú Barna és Izvári Eszter kötnek szentségi házasságot. Pénteken este nem lesz szent mise. Szeptember 25-e, hétközi 26. vasárnap, délelőtt 5 órakor lesz majd szent mise. Erkintér Ferencnél, Máriáért, halálának 30. évfordulója alkalmából, és elhunyt Pintér Ferencért. Egy pár mondatot hadd mondjak a felújításról, amit a kápolna kapcsán történt. Teljesen pályázati pénzből újult meg a kápolna. Külső és belső festés történt. Tetőfelújítás, a tető új cseréppel való fedése, esőcsatorna felszerelése, a torony kupola szerkezet felújítása és színes alumínium lemezzel való borítása. Ki lett építve a kápolnára villámvédelmi rendszer. Megtörtént az ablakok cseréje, amik bukó nyíló ablakok, tehát tudunk szellőztetni rajta, akár egész évben. Megtörtént a belső villamos hálózatnak a kiépítése. Falikarok, csillárok, pánázott székek, szekrény vásárlása, parkosítás, az esővíznek az elvezetése. A kápolna részére vásároltunk kelyhet, áldozható kelyhet, miseruhát, kiskancsót és egyéb eszközöket. Az ilyen liturgikus eszközök, tárgyak része még nem érkezett meg, de a jövő hét folyamán várhatólag minden tárgy meg fog majd érkezni. Lesznek majd még a kápolnában nyilván utólag munkák, fel kell majd még egy pár dolgot szerelni, fúrni, de ezek már a korábbi munkákhoz képest csak apróságok. Köszönöm azoknak, akik segítettek a kápolnából való kipakolásban, majd pedig bepakolásban, a tereprendezésben, takarításban, a liturgikus tárgyak kiválasztásában, a kápolna tetőterének takarításában, akik a kápolna előtti keresztet kinyitották, a főoltár dobogájának a filccel való borításáért is hálás köszönetem, akik a mai kitűzéshez mindent előkészítettek, köszönöm szépen Varga László püspöknek, hogy eljött és megáldotta a felújított kápolnánkat. Köszönet és hála jó Istennek, hogy a felújítás került és hogy kisütött a nap. Tehát, hogy lehet, hogy szabad kérni is, még a székeket is jöttek el, nagyon nem is áldotta a kápolnánkat. Hát a szél az már egy apró kellemetlenség, ezzel nem számolunk. Köszönöm szépen mindenkinek a segítségét, a munkáját. Népszerint szeretném elnézni, mert félő, hogy kihagynék valakit. Akik segítettek, akik részt vettek a pályázatban, felújítási munkákban, tudják, hogy az oltártól is fogadják köszönetemet és hálámat minden segítségükért. A Jóisten áldja meg magukat. Nagy dolog volt, tehát itt számolgattam, hogy 29 év után lett a kápolna is felújítva, hiszen ha jól emlékszem, akkor 1993-ban volt nagy felújítás. Reméljük, hogy újabb 30, sőt 50 évig nem lesz már gondolunk felújításra. Kérem a Jóistent, hogy a kápolna mindig legyen kicsi, hogy ne térjünk be. Mert akkor a kőből épült templom mellett, kápolna mellett ott lesz majd a lelki templom is, a híveknek a közössége. Látogassuk majd mindig imádságos lélekkel, és jöjjünk szeretettel a szent misékre.
csatlakozom a köszönetekhez. De kivételt teszek, én egy valakit név szerint megemlítek. A plébános atyát, József atyát. Hiszen erre nem számított, hogy még meg is tapsolják, de megérdemli. Nagyon szépen köszönöm, hogy mellé állnak, szeretik, segítik, hűségesek az egyházhoz, a Jóistenhez. Én azt gondolom, hogy ő jól érzi magát itt maguk között. Kérem a Jóistent, hogy tegye szent pappá, hiszen ez a legnagyobb karrier számunkra, hogyha szenté válhatunk. Imádkozzanak azért, hogy ez megvalósulhasson. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most is mindörökké. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.